Sziasztok, Ádám vagyok. Kezemben az új Samsung Galaxy Gear-t tartom, a gyártó első okos óráját, ami végre bemutatkozott a Mobile Unpacked 2 eseményen. Itt látható az eszköz, ami 1,65 századszolos kijelzőt kapott, ami Super AMOLED, fémházat körülötte. Elég vastag itt, ami látszik igazából, hogy meglehetősen vaskosnak tűnik, és tényleg az is. Itt van a kamera, ami beépítésre került a széba, ami szilikon tapintású, igazából egészen jó fogása van, és a fém satunk van hozzá. El is helyezem a kezemre. Így néz ki a Galaxy Gear működés közben. Igazából mutatja az órát. Oldalra lapozgatva tudunk különböző funkciókat elérni. Van egy full két nézegetőnk igazából, amivel a csatlakoztatott Galaxy Note-on keresztül tudjuk nézni a képeket. Tehát ezen a Galaxy Note-on helyezkednek el a képek, és én közben tudom nézegetni a képet. Ha megnyitok egy képet, fentről lefele húzom az ujjamat, egyet visszalépek, még egyet akkor a főoldalra léptem. Van egy média kontroller rész, itt igazából a zene lejátszót tudom vezérelni. Továbbfajta van egy pedometer, ez tulajdonképpen egy sport alkalmazás, ami működhet együtt a telefonnal használat közben. Beállításokat is látunk különböző nyelvet, például látjuk, egyelőre nem tudunk változtatni. 95%-on van feltöltve jelenleg a akkumulátor, van USB debugging funkció, biztonsági lock is van rajta, ezt is le lehet akár zárni. Az oldalán van egy bekapcsoló gomb, elvileg ezzel most lezárom, felnyitom. Itt a telefon, és elvileg igazából, hogy látom, ugyanúgy tudom használni, tehát nem igazán érzek, hogy még egyelőre, hogy hol van itt a biztonsági zárt. Meg tudom egyébként nézni oldalon alatt a névjegyeket. Indíthatok akár a Note-on keresztül telefonhívást is, ami itt látszik, és hívja a másik félt, letehetem. Kiválasztok egy másik telefonszámot, azt is, hogy fel lehet hívni a telefonon, és akár érdekes módon a C-ban van egy mikrofon, illetve hangszóró is, tehát akár ezen keresztül is lehet beszélgetni. Eléggé hülyén néz ki igazából, kicsit a Knight Riderből a kit gyere ide érzésünk lehet majd. További érdekesség, értesítéseket láthatjuk majd, ami pillanatnyilag nincs. Illetve itt az óra. Valószínűleg számos extra funkció lesz még elérhető a Galaxy Gear-ben, amit a fejlesztők készítettek majd erre a későbbiekben. Kérdés, hogy mint lesz ennek sikere, majd kiderül. Itt látható a tárcsázó, innen is indíthatunk teljes egész szépen hívást. Amit megpróbálok még keresni, hogyha megtalálnék, az maga a kamera volna, hogy ezt kipróbáljuk. Itt is van. Itt látható az, hogy tulajdonképpen a benne lévő kameramodullal lehet fotózni. Kép méret egyébként 1392x1392, ami négyzet alakú, vagy lehet akár 1280x960 a felbontású is, tehát 4:3-as. Itt vannak az alkalmazások, amelyek még benne vannak itt, természetesen ezeket lehet tovább bővíteni. Ez volt tehát nagyjából a Samsung Galaxy Gear okosóra a Galaxy Note 3-mal. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!